Fel kell tennünk a kérdést, hogy Jakab Péter és a Jobbik miért támogatja, hogy újabb 200 millió forintot költsenek Jukóvölgynek a felzárkóztatására. Ez annál is inkább érdekes, mert ha megnézzük a Jobbik régi nyilatkozatait, az előtti korszakban, amikor a Jobbik beállt a balliberális oldalra, akkor bizony teljesen más nyilatkozatokat láthatunk, akár Jakab Pétertől, akár a Jobbiktól. Érdemes a Jobbik akkori sajtótájékoztatóiból, azok címéből szemezgetni. Én ezt meg is teszem. 2013-ban az elmúlt 22 év felzárkóztató politikájára is nemet mondtak a miskolciak. De ebben olvashatjuk, ebben a sajtótájékoztatóban, hogy az embereknek elegük van a pozitív diszkriminációból és a vég nélküli segélyezésből. 2014-ben a 150 milliós jukósi felzárkóztatási program kapcsán Jakab Péter az alábbiakat mondta, idézem, azonnali hatállyal állítsák le az azok fejlesztésére elnyert milliók költését, a pályázati pénzt pedig adják vissza az adófizetőknek. Na, ilyen megnyilvánulás után érdekes az, hogy mi történt a Jobbikkal. Pontosan láthatjuk, hogy a Jobbik nem csak az elveit, hanem a programját is feladta. Azt is jól láthatjuk, hogy ott, ahol a Jobbik hatalomban tud kerülni a balliberális koalíció segítségével, ott gyakorlatilag a Jobbik kisebbségbe kerül, és a programját nem tudja megvalósítani. Én azt gondolom, hogy egyrészt látszik ebből az is, hogy mi lesz akkor, hogyha ez a baloldali koalíció kormányra kerül, és ebből a Jobbik majd mi fog tudni megvalósítani a programjából, illetve ezzel a 200 millió forintos jukósi felzárkóztatási programmal kapcsolatban pedig elmondanám a véleményemet, és igazából Jakab Péternek, a Jobbiknak és a miskolci városvezetésnek Jakab Péter 2014-es szavait idézném. Azonnali hatállyal állítsák le az azok fejlesztésére elnyert millió költését, a pályázati pénzt pedig adják vissza az adófizetőknek.